Augusztus 20-án délelőtt ünnepelték Dombóvár kertváros alapításának 60. évfordulóját. Nincs akkora hangsúlya augusztus 20-ának szempontjából ennek a kis avatásnak, de mégiscsak úgy éreztük, hogy a kenyérna ünnepe, a betakarítás öröme, az itteni kis gazdaságok, parasztgazdaságok és az én emlékeim azok úgy együtt úgy szolgáltatták azt, hogy alkalmas időpont, igen, a kenyér ünnepe arra, hogy itt most emlékezzünk arról, hogy 60 évvel ezelőtt született ez a kis városrész. Ez alkalomból a helyi kertvárosi központi utcák, a Tulipán és a Szegfű találkozásánál lévő játszótéren emléktáblát avattak a jubileumi évre emlékezve. 1945, a II. Világháború befejezése után Dombóvár lakosságát megtizedelte a háború. Ennek ellenére a következő években lakásínség jelentkezik. És valami olyan, mint a falura jellemző közösség alakult ki itt ebben a városrészben. Tehát ez az, hogy odafigyelünk a másikra, hogy a szomszéd háza is mi hamarabb tetőt kapjon. Hogy legyen járdánk, hogy mit elkövettünk annak érdekében, hogy legyen utunk, hogy legyen telefon is. Tehát egy csodálatos kollektív alkotás valamilyen módon, mert a házakat mi építettük a két kezünk, meg a járda is úgy épült, meg az árok is a kezünk által épült. Tehát, és ez a gyönyörű, hogy ezt mindenki mondhatja, hogy ezt mi építettük, ezt a kertvárost. A kertvárosi lakók nagyon összetartó közösség. Az emléktábla avatására is közösen szép számban érkeztek.